A Color City arénában megrendezett találkozón a Barcika volt az esélyesebb, hiszen lista vezetőként látták vendégül a sereghajtó Török Szent Miklós együttesét. A jól szervezett vendégcsapatnak azonban majdnem sikerült borsot törni a kék-sárgák orra alá, hiszen a három pont sorsa csak a hosszabbítás perceiben dőlt el a Barcika javára. A hazai alakulat a találkozó ideje alatt végig a gólszerzésre törekedett, azonban hiába volt szemtalan helyzetű, a gólszerzés a vendégeknek sikerült hamarabb. A 31. percben Rimóci János talált be Megyeri kapujába, ezzel megszerezve a vezetést a Török Szent Miklósnak. A második játék részben sem kedvezett a szerencse a hazaiaknak, viszont a megsérült Kovács helyére beállt Pinyaskó a 84. percben egyenlíteni tudott. A mérkőzés sorsa a hosszabbításban egy Pinyaskó ellen elkövetett szabálytalanságot követően dőlt el. A megítélt büntetőnél Süttő állt a labda mögé, aki kihagyta a 11-est, viszont a kipattanót a kapu előtt jól helyezkedő Pálinkás Gergő közelről lőtte a hálóba, ezzel újabb három pontot szerezve a kék-sárgáknak. A Color City Kazincz Barcika SC legközelebb április 3-án a Hidas Németi VSC otthonába látogat, itthon pedig április 10-én a Putnok FC csapatát fogadja majd.